reggeli füstjelek. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. Jézus Krisztus a Getsemáné kerti küzdelemben, amikor az Atyához imádkozott könyörögve, amikor a mi bűneinket mind rávetette az Atya, akkor Jézus így imádkozott a Getsemáné kertben, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Jézus három ízben könyörgött, de mind a három könyörgésében ezt fogalmazta meg, Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. Jézus ebben példát adott a mi számunkra, hogy mi is mindig így imádkozzunk. Én azt hiszem, hogy akik imádkozni szoktunk, nagyon gyakran kimondjuk ezt az imádságunk végén, hogy Istenem, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te akarod. De vajon tényleg így is gondoljuk? Csak a szánkkal mondjuk ki, vagy teljes szívünkkel ezt érezzük, és átadjuk azokat a terheket, azokat a problémákat, amelyeket az Isten elé vittünk, és ki tudjuk teljes szívből mondani, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért szükséges nekünk erre eljutni? Miért kell megtanulnunk igazából ezt szívből kimondani? Ezt Ézsaiás könyve 55. fejezetéből olvassuk el a 8. és 9. verset, amelyben választ kapunk és találunk erre a kérdésre. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mit mond Jézus? Mit mond Isten? Azt mondja mi számunkra, hogy elnézést a kifejezésért, de mi rövidlátók vagyunk. Mi nem látjuk, a mást sem látjuk igazából, a körülményeinket sem látjuk igazából, valamit látunk, egy-egy szeretét a dolgoknak, a holnapot, a jövőt meg pláne nem látjuk. És az Úr azt mondja nekünk, hogy amennyivel magasabbak az egek a földnél, annyival magasabbak az ő gondolatai a mi gondolatainknál, és az ő utai a mi utainknál. Mi eltervezünk valamit, kérünk az Istentől valamit, úgy látjuk, hogy ez lenne nekünk a lehető legjobb. Kérjük, imádkozzuk, és tényleg az a legjobb a mi számunkra, amit elgondolunk? Nem. Nagyon sokszor nem az a legjobb a mi számunkra, és Isten biztosítani akar bennünket arról, hogy fogadjuk el a szívünkkel, elménkkel, hogy az a legjobb, amit ő akar, amit ő tervez a mi számunkra. De ahhoz, hogy mi ezt szívből ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod, ehhez az Istent meg kell ismernünk. És alapvetően három vonását kell az Istennek ismernünk ahhoz, hogy szívünkből ki tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Az első, hogy az Isten végtelenül szeret bennünket. Nem tudjuk elképzelni azt a szeretetet, a földi szeretetnél messze-messze magasabb rendű és nagyobb szeretet az, amivel ő mindannyiunkat személyesen szeret. A második, amit ismernünk kell, és a szívünkbe rejtenünk, hogy az Isten végtelenül bölcs. Végére mehetetlen a bölcsessége, ahogy az ige mondja, és ahol mi egyetlen egy utat nem látunk az élethelyzetünkre, vagy csak egyet látunk, amit a megoldásnak gondolunk, az Istennek ezer útja van. Sokkal jobbat is el tud tervezni, és el is tervez a mi számunkra, mint ahogy azt mi gondolnánk. És a harmadik, amit tudnunk kell róla, hogy ő mindenható. Nincs olyan dolog, amit ő ne tudna megcselekedni. És ha mi ezt a hármat a szívünkbe véssük, és nem csak az elménkbe, hogy elméletileg tudjuk, de ha mi ebben megbízunk, az Istenben, a végtelenül szerető, bölcs, mindenható Istenben, akkor ki fogjuk tudni mondani szívünkből, hogy legyen meg a te akaratod.
Nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, hogy kértünk valamit az Istentől imádságban, valamit nagyon szerettünk volna, valamire nagyon vágyódtunk, és nem úgy teljesült, nem kaptuk meg. És akkor az ember sokszor csalódik, és nem érti az ember, hogy akkor ez most miért van így? Én imádkoztam érte, és miért nincs így? Jézus egyszer azt mondta, hogy amit én most cselekszem, te azt nem érted, de ezután majd megérted. Igen, van úgy, hogy az életünkben még később, egy idő után megértjük, hogy jaj, de jó, hogy az nem úgy történt, mint ahogyan azt kértem. Számtalan ilyen tapasztalata van az embernek. De vannak dolgok, amiknek a miértjét nem értjük meg most ebben az életben. De Jézus megígérte, ezután majd megértjük. Majd az örök életben nyilvánvaló lesz, hogy amit az Isten tervezett, az ő benne bízó, és az ügyeit rábízó ember számára, az a lehető legjobb, és az válik az örök javára. De miért nehéz ezt nekünk igazából kimondani, hogy ne az én, hanem a te akaratod legyen meg? Azért, mert ehhez az életünk legnagyobb küzdelmét, legnagyobb csatáját kell megvívnunk, és a legnagyobb győzelmet kell aratnunk. És ez nem más, mint a mi énünk felett való győzelem. De ha megvívjuk ezt a harcot, és szívből ki tudjuk ezt mondani, hogy legyen meg a te akaratod, és ne úgy legyen, ahogy én akarom, akkor az ember megtapasztalja azt a békét, azt a nyugalmat, amit a saját akaratunkhoz görcsösen ragaszkodva soha nem tudnánk megtapasztalni. Az Isten nagyon sokszor megadja azt, amit kérünk, mert úgy látja, hogy az valóban javunkra van. De hogyha nem azt kapjuk, amit kértünk az Istentől, nem teljesül a mi szívünk vágya, akkor legyen állandóan a szívünkben, a gondolatainkban, hogy majd meg fogjuk látni az örök életben, hogy azok az események, amelyek most csalódások voltak a mi életünkben, a meghiúsult reményeink életünk legnagyobb áldásai voltak. Igen, ahogy a szülő-gyermek viszonyban, a gyermek sokszor kér valamit, nagyon-nagyon szeretne valamit, de a szülő, a bölcs szülő látja, hogy nem válna a gyereknek a javára, és nem adja meg, nem azért, mert nem szereti, mert nem válna az ő javára. Az Isten is így van velünk nagyon sokszor. Éppen ezért arra szólít fel bennünket, hogy imádságban tegyük le elé az életünk összes ügyét, minden apró cseprő tervünket, apró kis dolgokban való elképzeléseinket, de az életünk legnagyobb kérdéseit is vigyük az Isten elé, tegyük ő elé, és tanuljuk meg igazából kimondani, hogy ne az én, hanem a te akaratod legyen meg. És ha mi ezt igazából megtanuljuk kimondani, akkor meg is fog valósulni az életünkben, amit Pál apostol így fogalmaz a Filippi levél 4. fejezet 6. és 7. versében. Ezt mondja az ige, ezt mondja Pál apostolon keresztül az Úr, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Igen, semmi felől ne aggódjunk, imádkozzunk, tegyük az Úr kezébe, hálaadással, adjunk előre hálát, és kérjük, hogy az legyen, amit ő akar, adjunk hálát az ő bölcsességért, irántunk való szeretetéért. És én szívem mélyéből kívánom, hogy megvalósuljon ez az életünkben, és megvalósuljon az, hogyha nem is értjük az Isten velünk való terveit és szándékait, de szívem mélyéből kívánom, hogy bízzunk meg abban a kézben, amely mindenható, és abban a szívben, amely telve van szeretettel.